A pénzintézet biztonsági kamerája rögzítette a rablást, ezeket a felvételeket látják. A két ismeretlen férfi március 2-án 15 óra 27 perc ment be a bankba. Egyikük fegyvert fogott a bent lévő alkalmazottakra és arra szólította fel őket, hogy a bankban lévő készpénzt adják át neki. Miután a pénzt magukhoz vették, gyalog távoztak a helyszínről. Az elkövetők végül nem használták a fegyvert, így senki sem sérült meg a bűncselekmény során. A két elkövető egyike 165 cm magas, szeme barna 20-25 év közötti. Az elkövetéskor fekete sapkában volt, arcát fekete sállal takarta el, fekete dzseki és fekete nadrág volt rajta. A másik tettes 175 cm magas, vékony testalkatú, fekete sapkát viselt ő is, és az arcát szintén fekete sállal takarta el. Egy fekete pulóver volt rajta, amin egy rövidújú fehér póló volt. A férfi az elkövetéskor szemüveget viselt. A rendőrség kéri, hogy aki a felvételek alapján a két elkövető bármelyikét felismeri ruházata vagy mozgása alapján, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a fehérvári nyomozókat a 22-es körzet 541-600-as telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a 107-es, illetve 112-es segélyhívók bármelyikén.